Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Nyíregyháza a Modern Városok program nyertesei közé tartozik. Csak nem 100 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések az utóbbi években. A részletekről később, most mutatjuk a teljes kínálatot. Bölcsődét avattak, Kálmánházán adták át az új intézményt. Végéhez közeledik, sikeres volt a Modern Városok program Nyíregyházán. Turisztikai fejlesztések a nyírség több települése érintett. Egy csoportszobás új bölcsődét adtak át Kálmánházán. A mintegy 390 millió forint EU-s pályázati forrásból megvalósult beruházás másfél év alatt fejeződött be, az intézmény pedig már is teljes létszámmal működik. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a közelmúltban 12 új bölcsődével gazdagodott a választókörzet, és már csak 2-3 olyan kisebb település van, ahol pályázni kell a fejlesztésekre. Kotrica Attila, Kálmánháza polgármestere hangsúlyozta, a község demográfiai helyzete jelentősen javult a közelmúltban. Az óvodás gyerekek műsorával kezdődött a kálmánházi Benedek Elek óvoda és bölcsőde új intézményének átadó ünnepsége. A másfél évvel ezelőtti üres porta helyén most csaknem 800 négyzetméter területen helyezkedik el az új bölcsőde épülete. Kotrics Attila polgármester beszédében elmondta, Kálmánházán jelentősen javult a demográfiai helyzet, ezért volt nagy szükség egy önálló bölcsőde épületre. Eddig ezt a bölcsődei ellátást Kálmánháza óvodájában az önkormányzat részéről került ez megoldásra. Hála Istennek, ugye egyre több fiatal költözik be a településre. Volt is erre kérdésünk, hogy próbáltak a képviselőtestülettel ezt mérlegelni, hogy mi is lehet ennek az oka, vagy miért választják egyre többen Kálmánházát. És hogy hallottam az előképviselő úrtól is, hogy valóban közel vagyunk a településhez, nagyon jók az utak. Pár perc alatt gyakorlatilag be lehet érni Nyíregyházára, illetve volt olyan lakosunk is, aki ide költözött, és kérdeztük tőle Budapestről, hogy miért esett a választás a településünkre, és nagyon aranyosan elmondta, hogy utánézett a rendőrségi adatoknak is, és hogy Kálmánháza az első kettőbe benne van a térségbe, ahol a legalacsonyabb szinten van a bűnözés, és neki ez is egy fontos szempont volt. Tehát rengeteg fiatal költözött be, ahogy el is mondtam a köszöntő beszédemben a településre, közel 100 üres épület volt, ami a mai napra szerintem talán egyetlen egy darabot sem tudunk mutatni. Mindenhová fiatal családok költöztek be, akár Nyíregyházáról jöttek ki, akár idegen és messzebb településekről is ide költöztek. Ők mind gyerekekkel jöttek, vagy éppen most vállaltak gyerekeket, és ezért hála Istennek megemelkedtek a gyerekszületések számai Kálmánházán. Hozzátette, a közel 2000 lelket számláló településen csak idén 29 gyermek született. A Benedek Elek bölcsőde jelenleg egy csoportszobával működik, vagyis 14 gyermek befogadására alkalmas. A bölcsődés gyerekek korábban az óvodában voltak elhelyezve, de az óvodás korúak létszámának növekedésével új férőhelyekre kellett pályázniuk, amit sikeresen meg is tettek. Közel 390 millió forintot kaptunk rá. Az első elnyert pályázatunk után még nem sikerült azonnal megkezdenünk, aztán a kivitelező elmondta, hogy sajnos már az az összeg, amit első körben erre megnyertünk, kevés lesz erre a beruházásra. Aztán ezt jeleztük, kértünk egy plusz költséget hozzá, amit meg is kaptunk, így az összköltség lett 390 millió forint. Ebből a kivitelezőnek sikerült megvalósítani azt, amit mi itt megálmodtunk. Az intézményvezető elmondta, sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. Két nevelő és egy dajka foglalkozik a gyermekekkel, az étkeztetést pedig a szociális intézmény biztosítja a számukra. Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre. Rengeteg mozgásfejlesztő eszközünk van az udvaron is, és a csoportszobában is van rá lehetőség, hogy fejlesztjük a gyermekeket. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Kálmánháza jó infrastrukturális és földrajzi adottságokkal rendelkezik. Ráadásul egy felmérés szerint a vármegyében második legjobb helyen áll a közbiztonság tekintetében. Kálmánháza 15 kilométerre található Nyíregyházától, és Kálmánházán szorgalmas emberek laknak, mintegy 2000-en, 1900-1950
fő a népessége. Egy takarékos, rendezett, nyugodt település. Itt mindig szorgalmasak voltak az emberek, mezőgazdaságból éltek, vagy éppen bejártak Nyíregyházára dolgozni, vagy éppen az itteni közintézményekbe, a polgármesteri hivatalba, bölcsödébe, óvodába, iskolába dolgoztak. Tehát én azt gondolom, hogy egy családias jellegű település, és nagyon örülök annak, hogy ahogy polgármester úr is mondta, hogy 29 gyerek született az elmúlt időszakban. Ez azt mutatja, hogy egyre több fiatal család vállal gyereket, a családtámogatási rendszernek is köszönhetően, de egyre többen érzik úgy, hogy Kálmánházán, ahol a közbiztonság kiemelkedően jó, ahol a közintézmények rendben vannak, ahol most már egy 14 férőhelyes bölcsőde is van, kiválóan működik az óvodájuk, jó iskolájuk van, jó utak vannak, amelyek belterületi utakra is vonatkoznak, meg Nyíregyháza irányába a Simai út is, egy kiváló út, hamar elérhető, jó a közösségi közlekedés. De minden adott ahhoz, hogyha van munkahely, van bölcsöde, óvoda, iskola, van jó infrastruktúra, van jó családtámogatási rendszer, akkor elérjük azokat a nemzeti célokat, amelyeket kitűztünk. És ez pedig az, hogy minél több gyerek szülessen Magyarországon, és egy demográfiai fordulat legyen Magyarországon, és élhető vidéki kis települések erősödjenek meg. Én azért vagyok büszke Kálmánházára, mert anélkül nem megy, hogy az itt élő emberek ne akarnának dolgozni, ne akarnának előre jutni, ne akarnának maguknak jobb körülményeket teremteni, és ezt egy állam, egy kormány csak segítheti, csak keretet adhat ehhez, ehhez szükség van az emberekre, és itt Kálmánházán mindig ezt a mentalitást érzékelem, amikor helytörténeti múzeumot adok át, amikor közösségi teret adok át a Petőfi tagba, egy volt Klebersberg iskolából, amikor egy bölcsödét, amikor a polgármesteri hivatal energetikai felújítását tudjuk megadni, itt a megújuló energiákat is használják. A településnek van saját földje is, amelyet közfoglalkoztatottakkal dolgoztatnak, vannak gépeik, tehát igazán egy ilyen önfenntartás irányába elmozduló településről van szó, és nagyon büszke vagyok arra, hogy 2000 fős település, vagy egy kicsit alatta bölcsödét épített, és erre a bölcsödére van igény. Ez mutatja azt, hogy a bölcsöde a gyerekekről szól, a bölcsöde a jövőről szól, a bölcsöde a megmaradásunkról szól. Talán mondhatom azt, hogy a magyar nemzet megmaradásáról, mert ha gyerekek születnek, akkor a jövő is fényesen alakulhat. 20 település tartozik Nyíregyháza mellett a választókerülethez, az egyéni országgyűlési képviselői kerületemhez, és örömmel mondhatom, hogy 12 helyen épült, vagy épül bölcsöde, és van néhány település, amely 1000 fő alatt található Szabolcs, Balsa, Szorgalmatos, ahol nincs annyi gyerekszám, hogy még ők bölcsödei pályázatot adjanak be. Tehát 2-3 olyan település van, ahol még pályázni kell, ahol még erősíteni kell magunkat, és akkor büszkék lehetünk arra, hogy szinte minden településen, minden vidéki településen, itt Nyíregyháza nyugati, észak-nyugati részén található bölcsöde. A választókörzetében a közelmúltban 12 helyen épült bölcsőde, így már csak 2-3 olyan kisebb település van, ahol a képviselő szerint még pályázni kell a hasonló beruházásokra. Alig több mint egy héttel ezelőtt jelent meg a Modern Városok Program felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat. A hazai finanszírozású projektnek köszönhetően számos nagyszabású fejlesztés valósult meg Nyíregyházán a közlekedés, a kultúra, a turizmus és a sport területén egyaránt. Vendégünk a témával kapcsolatban dr. Podlovics Roland alpolgármester és Hagymási Gyula kabinetvezető. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Kezdjük, jó estét kívánok! A program felülvizsgálata az apropója a mai beszélgetésnek. Kezdjük talán azzal, hogy mikor és milyen koncepcióval, milyen célokkal indult útjára a Modern Városok Program országos szinten. Ugye 2015. novemberében került aláírásra a Nyíregyháza önkormányzata és Magyarország kormánya között annak a együttműködési megállapodásnak, amely a Modern Városok Programok keretében Nyíregyházán egy víziót vázolt fel. Igazából az érezhető volt, hogy ez egy több 10 milliárd forintos nagyságrendű kormányzati támogatásból megvalósuló fejlesztés lesz.
Ez az közlekedésfejlesztés, a sport, a kultúra és egyéb területeken is tartalmazott egy víziót, ami nagyon fontos, hogy az volt a célja a kormányzatnak, hogy az megyei városoknak a egyedi programok valósuljanak meg. Ezért lehetünk büszkék arra, hogy Nyíregyházán, ahol mondjuk hiány volt 2010 előtti időszakból, egy nagy befordulóképességű szálloda, és megyeszékhelyként azért, főleg a turizmus szempontjából is jelentős megyeszékhelyként, azt gondolom, hogy nagyon helyesen a két szálloda is épült a Modern Városok program keretében. Az egyik ugye a fürdővel összeépített ez a 120 szobás szálloda, a másik pedig az állatkertnek egy nagyon-nagyon izgalmas tematikus szállodája. Mind a kettőnek a kihasználtsága azt mutatja, hogy ez egy hiánypótló szerep volt, de hogy mégis a Modern Városok programot, hogy beillesszük, azért azt látni kell, hogy az előtte lévő években egy rendkívül nehéz helyzetben lévő önkormányzati vezetés volt polgármester úr első ciklusában, azzal kellett szembesülni, hogy ezért jelentős hiányok vannak, jelentős adóssága volt, és hogyha a Modern Városok program, mint az Orbán kormánynak az intézkedésébe illeszkedő fejlesztési programot nézzük, akkor annak volt egy előzménye, az adósságkonszolidáció 2013-ban, és ezt követte ez a Modern Városok program, amit most 8 év után nyilván felül kell vizsgálni egy ilyen programot, és 8 év után visszatekintve azt láthatjuk, hogy Nyíregyháza a Modern Városok program nyertes városai között tarthatja magát számon. 74 milliárd forint értékben kifejezetten Modern Városok programhoz kapcsolódó projektelemek valósultak meg, vagy valósulnak még meg, hiszen még valami nem záródott le, illetőleg emellett pedig, bár nem kifejezetten a Modern Városok program, de ahhoz mozaikszerűen illeszkedő egyéb kormányzati támogatások is érkeztek, tehát összességében ennek az időszakban, ha visszatekintünk a hazai források, amelyet a kormányzattól, az önkormányzat, Nyíregyháza megyei város önkormányzata támogatásként fejlesztésekre fordíthatott, az egy 100 milliárd forintos összeg. Mennyire illeszkedett ez a program a városfejlesztési stratégiához? Az volt a kiinduló alap, vagy ez egy teljesen új koncepció mentén alakult ki? Természetesen illeszkedett, hát illeszkedni is kellett. Az első ciklus a polgármesterről is mindig is szokta említeni, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert egyik oldalról volt ez az előbb említett adósság spirálnak a kezelése. Másik oldalról voltak olyan projektek, amelyeket be kellett fejezni. Szennyvíz projekt talán a legszélesebb körte, vagy a legemlékezetesebb, ami egy nagy projekt, és a lakosság teljes egészét érintő projektről van szó. És mellette pedig ezeket a víziókat elő kellett készíteni, hiszen mint mondtam, vagy megemlékeztünk róla, a novemberben 2015-ben aláírt megállapodás, az egy kétoldalas megállapodás, annak a tartalommal történő megtöltése, az is a városvezetésnek az akkori feladata volt, és hát így utólag visszatekintve úgy gondolom, hogy ez nagyon sikeres munka volt. Akkor menjünk vissza 2015-re, és Hagymási Gyula most ugyan kabinetvezető, de azért a múltjában jelentősen benne vannak a projektmenedzsmenti feladatok. Haladjunk időrendi sorrendben, hogy hogyan indult és hogyan kapcsolódtak egymásba ezek a fejlesztések. Igen, tehát 2015. november 10-én egészen pontosan került aláírásra ez a megállapodás, de hát ugye azelőtt már hónapokkal megelőzően folyt a munka, hogy ezeket a programokat, projekteket összeállítsuk, tartalommal megtöltsük a megállapodás előkészítéseként, és a megállapodás követően is egy még intenzívebb munka következett, hiszen akkor kezdődött a projekteknek az előkészítése, és ahogy alpolgármester úr is mondta, jelenleg is még futnak projektek, tehát 2024-es befejezésre van támogatási szerződésünk a Közép-Európában egyedülálló, de talán Európában is jégkorszak interaktív állatbemutató, ami az állatparkban épül. Ez át fog húzódni a következő évre, mint említettem, és hát a stadionberuházás, ugye, ami állami szerv által végrehajtott beruházás, de az önkormányzatban a projekt előkészítésében az önkormányzat is részt vett. Ez is át fog húzódni 2024 év első feléig mindenképpen meg fog valósulni. De ezen kívül ugye voltak még olyan programok, ami széleskörű társadalmi rétegeket érintett, ugyanis ez volt az egyik fontos célja a projektelőkészítéseknek, polgármester úrnak, hogy a társadalmi hasznosság igen magas legyen ezeknél a projekteknél.
És akkor nézzük példáulózva, hogy mi az, ami már megvalósult és sikeresen lezajlott, és már sikeresen üzemel. Ilyen például az atlétikai centrum, amely ugye a régi leromlott állapotú NYSC pályán, telephelyen található, most már rá se ismerni. 2022-ben, 50 év után idejött a fedett pályás országos magyar bajnokság, ami a város számára egy kiemelkedő esemény volt, és rendkívül sikeresen megvalósult. Kettő hotel épült ebben a programban, a harmadik pedig egy sportszálló, ami az atlétikai centrumban található. Ez azon rendezvényeknek, edzőtáboroknak ad helyet, amely szervezetek ugye a centrumba látogatnak ebből a célból. De fontos az, hogy a lakosság irányába is megnyitottuk mind a külső, mind pedig a belső sportolási, térítésmentes sportolási lehetőségeket, a rekordtánkörök igénybevétele, vagy éppen a Mozdulynyíregyházának a rendezvényei kapcsán. Ez is nagyon fontos célja volt a program megvalósításának. De mondhatnánk a kulturális részből, és akkor tényleg a teljesség igénye nélkül, említette a szerkesztő asszony, hogy nem olyan túl sok az időnk, a szabadtéri színpadot emelünk ki, mint országos műemléket, 2018-ban került átadásra, és azóta is sikeresen teltházzal működik. 850 főről, mint egy majdnem 1000 főre sikerült megnövelni a befogadó képességet, és olyan zajvédő falak kerültek megépítésre, amelyek a hanghatás szempontjából az ott élő lakosságnak sokkal jobb eredményeket produkál már. Teljesen 21. századi hang, fénytechnika, igazából minden, ami a mai modern kornak megfelel egy ilyen színpadnál. Hát azt hiszem, hogy aki szeret színházba járni, az már megtapasztalhatta ezeket az élményeket. Ha már kultúra, akkor a kulturális negyedről is ejtsünk egy pár szót. Igen, ez polgármester úrnak a első gondolata volt ez a kifejezés, és hál' Istennek bent is ragadt a köztudatban, nem alaptalanul, hiszen a Bencz-úr-Bessenyei tér, már kulturális negyed, számos országos műemlékkel rendelkezik. Így szó volt már a szabadtéri színpadról, de említhetnénk a Kállai kúriát is, ami szintén a Modern Városok program keretében került megújításra. Ugye először az volt a feladat, és a polgármester úr hathásos eredményes lobbyának köszönhetően önkormányzati tulajdonba került az ingatlan együttes, és hát ezt követően ugye teljes körülön felújításra került. Ma már a országosan híres Kállai gyűjteménynek a helyszíne, és különböző kiállítások, rendezvények, kulturális eseményeknek a meghatározó helye lett. Bencz-úr-Bessenyei tér felújítását is megemlíteném, bár az Európai Uniós forrásból valósult meg, ami a említett 74 milliárd forint modern városok program, ezt kiegészítve mintegy 100 milliárd forint összesen a hazai költségvetési támogatás a modern városok programmal, és mintegy 50 milliárd forint, ami az Európai Uniós támogatott a rész az elmúlt 8 évben, gyakorlatilag erről beszélhetünk. Nem csak sport és kultúra, hanem közlekedésfejlesztés is megvalósult, ami egyrészt a város élhetősége, másrészt pedig akár gazdasági szempontból is nagyon fontos. Így van, fontos a nyugati elkerülőnek a nyírszülősi városrészig történő megépítése. Ez ugye már közvetlen összeköttetés biztosít az M3-as autópályával, és ez már a harmadik rész volt, ami megvalósult. Bizonyára látják a nézők is, hogy a nagykörúton lényegesen kevesebb a teherforgalom, sőt, majdnem mondhatom, hogy el is tűnt. Ez fontos a nyugati elkerülő megépítése szempontjából. És közlekedésfejlesztésnél mindenképpen megemlítendő az a Nyíregyháza-Tokaj közötti hiányzó kerékpárút részek, az a 21 kilométer, ami szintén a Modern Városok program keretében került megvalósításra. Mindenki tudja, látja, azóta is közkedvelt, nagyon sokan kerékpároznak oda és vissza, úgyhogy ez turisztikai szempontból is nagyon eredményes volt ez a projekt megvalósítás. És elkészült egy autóbusz telepe is, méghozzá gázüzemi autók számára. Igen, ez pedig nemrég került meg átadásra, amely a úgynevezett ICOP projekt keretében készült el. Hát, a polgármester úr projektvezetőként operatív részese volt az elmúlt
években ennek a projektnek. 41 CNG üzemű autóbusz került átadásra, és már ugye évek óta forgalomban van, ami jelentősen javította az átlag életkor számát az autóbuszok tekintetében, tehát egy modern tömegközlekedés van ma Nyíregyházán, és ezt egészítette ki ez a nemrégiben átadott telephely, amelyet a Volán busz üzemeltet jelenleg is. Egy percünk sincs hátra. Hogyan lesz a folytatás? És sokat lehetett volna beszélni, hiszen rengeteg projektről beszéltünk. A folytatás az tulajdonképpen a munka nem állt meg. Ennek a része egyébként, ennek a 100 milliárdos csomónak a része a Nagykörút bezárása. Azt gondolom, hogy mindenki látja, bízunk benne, hogy decemberben befejeződnek a munkálatok, és egy 30 éves állam fog valóra válni, ahogy polgármester úr szokta említeni. Minden kampányban, minden társadalompolitikai eseményen megjelent már, hogy mikor épül meg, mikor záródik be, hiszen a nyugati elkerülő az a külső körgyűrű, de a belső körgyűrű most már belátható távolságban van, befejeződik, és így azok a különböző közlekedési szakmai szempontból fontos beruházások is mozaikszerűen összecsatlakoznak ehhez. És mi a jövő? Tehát mivel kell még foglalkozni? Nyilvánvalóan ott van a Tokaj aluljáró, nagyon hasznos, hogy a felülvizsgálat során mind az IMC-ről megértekezett a kormányhatározat, hogy ezzel még foglalkozni kell a jövőben, és hát nagyon fontos, hogy a környezethasználati engedélyezési eljárás folyamatban van a északi elkerülő, tehát a külső elkerülő bezárására. Ez decemberben lezáródik, meg lesz az a nyomvonal innentől kezdve, úgyhogy ezek azok a fejlesztések közlekedés szakmai szempontból, amelyek a következő időszakot fogják jellemezni, és itt lehet még megemlíteni a kormányhatározatban megjelent az IKOP-hoz visszatérő a telephelynek a második üteme, hiszen nagyon fontos, hogy az IKOP projekt, amely mintegy 8 milliárd forint értékben valósult meg, az a helyi közlekedés szolgálja, de hát a helyközi közlekedést kiszolgáló telephely, az még ott van a Korányi, szinte már a belvárosban, hogy amikor épült, akkor ez még a körúton kívüli rész volt. Bízunk benne, hogy ezek azok a folyamatok, amelyek a következő időszakban Nyíregyháza a közúti fejlesztési programját is jelentősen fogják még befolyásolni, javítani. Lesz még miről beszélgetnünk. Alpolgármester úr, kabinetvezető úr, köszönjük, hogy befáradtak hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen. A Nyírség több önkormányzata kedvezményezettje volt a TOP turisztikai pályázatának. Ennek köszönhetően különböző természeti értékek környezetét, kulturális örökségeket, templomokat és egyéb attrakciókat fejlesztettek annak érdekében, hogy tovább élénküljön az adott települések idegenforgalmi vonzereje. A következő bejátszásban Vaja, Nyírbogát és Apagy fejlesztéseit mutatjuk be. A Nyírség északkeleti részén Vajától nyugatra található az úszó lábszigetekkel tarkított vajai őstó. A különleges úszólápokról nevezetes 78 hektár kiterjedésű állóvíz, mely egyben horgásztó is, a szabadon látogatható természetvédelmi területek közé tartozik. A környezet híres színes növény- és állatvilágáról, az évek során pedig egyre több hétvégi házat építettek, így a tó partján lassan egy kisebb üdülőövezet alakult ki. A turizmus további élénkítésének reményében valósított meg fejlesztéseket a vajai önkormányzat, melyre 170 millió forintos támogatást nyertek a TOP turisztikai pályázatán. Az átfogó beruházás több elemet is tartalmazott, kialakítottak egy büfével is rendelkező látogatóközpontot, építettek egy 12 méter magas kilátót, új játszótér várja a parton a gyermekeket, és új horgászhelyeket is kialakítottak az idilli környezetben. A Vajai tópartján sikerült létrehozni egy ökoturisztikai látogatóközpontot, amely egy büfét is tartalmaz. Ennek a szintjén állunk itt most a Vajai tóparton, ahol egy játszóteret is kialakítottunk ezzel szemben, illetve egy kilátót, valamint a tópartján esőbeállókat és horgászhelyeket, szalonnasütőhelyet alakítottunk ki. Szerettük volna a Vajai tó élővilágát, illetve ennek a turisztikai vonzereit kihasználni, és ezáltal a projekttel népszerűsíteni azt. A tópartján egy régi horgászhalőrházat tudtunk fejleszteni, és ezt egy szintreemeléssel, hozzáépítéssel alakítottuk ki, és szeretnénk a jövőben majd rendezvényeknek itt helyszínt adni, az ide látogatóknak, túrázóknak,
az Alföldi Kék Túra és a Móricz Zsigmond túrútvonal látogatóinak, valamint minden természetbarátnak és horgásznak egy kis itteni bázist kialakítani. A Vaján élőknek és a Vaja környékén élőknek egy kis üdülővezet ez a környezet, a Vajai tó partja, és tavasztól őszig főleg sokan kirándulnak és látogatást tesznek itt a tóparton. Az itteni élővilágot, madarakat, növényvilágot szeretik meglátogatni. Bár most egy kicsit nehéz a vízszint, és küzd a vízhiánnyal a Vajai tó is, de bízunk benne, hogy ez a jövőben helyre fog állni. Ma is még elég sok horgász látogatja a Vajai tavat, bár főleg csak tavasszal lehet a tó partjáról horgászni, azon kívül nyári időszakban és ősszel csak csónakból, de azért még így is híres horgászhelynek vélem ezt a tavat. Közel 170 millió forintos beruházást tudtunk itt megvalósítani, amely magában foglalja ezt a látogatóközpontot, a játszóteret, hozzá kapcsolódó parkolót, kilátót és esőbeállókat. Ez 2021-ben indult a kivitelezés, és bár a projekt már 2017-ben elindult, és akkori támogatási szerződés szerint tudtunk dolgozni. Az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő városa Nyírbogát. Az önkormányzata az alapvető infrastruktúrális fejlesztéseken túl azt is célul tűzte ki, hogy élénkíti a település és a térség idegenforgalmát. Több mint 60 éves múltra tekint vissza Nyírbogát görögkatolikus temploma, amely ugyanakkor mindez idáig csupán hajóval, de toronnyal nem rendelkezett. A top turisztikai pályázatának köszönhetően a templom tornyot, a város pedig egy új kilátót kapott, amely egyszer s mind a település legmagasabb pontjául szolgál. Ez pedig a program másik megvalósult beruházása, ez az épület a minden évben több ezer embert vonzó bogáti forgatag infrastruktúráját bővíti a jövőben. Az épületben mosdókat, kiszolgáló teret és raktárat alakítottak ki, azokhoz a színpad technikai eszközökhöz, amely minden évben különlegessé teszi a rendezvény hangulatát. A Vármegye által meghirdetett topos projekt keretéhez csatlakozott Nyírbogát. Ez a Nyírség turisztikai kínálatának erősítése felhívás keretében lett pályázva. Nyírbogáton próbáltuk erősíteni részben a település, részben a térségnek a turisztikai attrakcióját. Sokkal nagyobbat álmodtunk. A pályázat 2017-es keltő. A megvalósítása az napjainkban zajlik. A projektmenedzsment az a megye által képviselt projektmenedzsment volt. Természetesen a templomtornony építése volt az, ami prioritást élvezett ebben, hiszen a település görögkatolikus temploma az egy hajós épület, nincs templomnak tornya, nem került annak idején megépítésre. Ez a görögkatolikus templom egy 60 éves múltra tekint vissza, megérdemli a tornyot, amely egyben a településnek a legmagasabb pontjául is szolgál, és ezáltal helyettesítheti a kilátót, hiszen kilátóként került megépítésre, ahol belátszik a település teljes területe. A kilátó mellett megépítettük a bogáti forgatag infrastruktúrájához tartozó mosdókat, kis kiszolgáló egységet, ami egyben a műfüves pályának a kiszolgálására, és most már ugye ide került az élőfüves pálya is. Reményeink szerint tavasszal már igénybe is tudjuk venni, használatba kerül, és ez az épület fogja kiszolgálni mind a műfüves, mind az élőfüves pályát, és ehhez fog csatlakozni a bogáti forgatagnak az infrastruktúrája is. Ebbe egy picike eszköz is bekerül még, ami elsősorban az itteni rendezvényeinknek a tárgyi feltételeit fogja szolgálni. Nyírbogát a jövőben is fog törekedni, hogy turisztikai attrakciót tudjon ide a térségbe
hozni, hiszen a megyébe akár Nyírbátor, akár Nyíregyháza a térségnek a természeti örökségének a bemutatása nélkül nem teljes. Apagy kétség kívül legkedveltebb idegenforgalmi helyszíne a kenderáztatótó. A természetes állóvizet, mint azt a neve is mutatja, egykoron kenderáztatásra használták. A rendszeres horgászat az 1980-as években vette kezdetét, majd a 90-es évek második felétől az egyre gyakoribbá váló hal telepítéseket követően kezdett igazán fellendülni az ágazatadta turizmus. A horgászathoz és a családi kikapcsolódáshoz szükséges infrastruktúrát fejlesztették a kenderáztatótónál a TOP turisztikai pályázatának keretében. A 120 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból új szociális épületet alakítottak ki, új stégekkel látták el a tavat, a parton pedig új esőházakat, tűzrakó helyeket és egy halőrházat is elhelyeztek. A gyerekekről sem feledkeztek meg, a tó területéhez tartozó sátortáborban egy játszóház is épült a legkisebbeknek. Apony a nyíregyházi járáshoz tartozik, Nyíregyházától 16 kilométerre vagyunk, és a település igyekszik elmozdulni a turisztika irányába. Most, ahol jelenleg is vagyunk, ez egy régen egy kenderáztató tó volt. Ez körülbelül 15-20 évvel ezelőtt az önkormányzat felkarolta, és a helyi horgász egyesület működtetésével egyesület működik rajta 134 taggal, és közel 6000 napi jegyes látogat el évente a horgászati szenvedélynek hórolva. Folyamatosan fejlesztettük a tó környékét, útépítésre került sor, kivezettük a vezetékes ivóvizet, és igyekeztünk minden pályázati lehetőséget megragadni. A legutóbbi toppos pályázati lehetőségünk keretében a fejlesztési ügynökséggel közösen meghirdetett pályázaton további fejlesztésekre került sor. Szociális blokkot építettünk, esőházakat, felépültek a esőházakba a különböző berendezések, padok, stégek épültek a tó környékén, és a sátortáborban szintén kapcsolódik a tó területéhez, megépítettünk egy játszóházat. Tűzgyújtóhelyek kerültek kialakításra, tehát ez mind a ide látogató horgászok, illetve a kilátogató családoknak, vendégeknek a ellátását javítja, és biztosítja a zavartalan horgászatnak a feltételeit. Ez egy 120 millió forintos nagyságrendű beruházás volt, ami 100%-ban uniós forrásból valósult meg. Az önkormányzat csak egy minimális összeget kellett a tervezés, illetve a pályázat előkészítés során hozzátenni, és bízunk abba, hogy december végére rendelkezünk a használatbevétel engedéllyel, és zavartalanul el tudunk számolni a pályázati forrásra. Ahogy készültek az épületek, úgy kaptuk vissza pozitív visszajelzéseket a megjelenő horgászoktól, dicsérik a tónak a rendezettségét, a felépített épületeket, a tónak a tisztaságát, és nem utolsó sorban a tóban megfogható halaknak a mennyiségét. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között a közlekedés téli átállásával is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!